Kata 2006 novemberében született, meg kellett szakítani a terhességet HELLP-szindróma miatt. A problémák azok 8 hónapos korában jelentkeztek, amikor elkezdett mászni, mert nem jól mászott. Jártunk gyógytornászhoz, ő mindig megnézte a változásokat, akkor mindig újabb feladatokat kaptunk, és akkor hát eltelt másfél év, amikor ő úgy látta, hogy jó lenne, hogyha járnánk lovagolni vele. A lovasterápia évtizedek óta része a sérült gyermekek és felnőttek rehabilitációjának. Egy kiegészítő terápiás lehetőség. Orvosi, pedagógiai, pszichológiai javaslat alapján a fogyatékosság figyelembevételével úgy kíván gyógyulást vagy képességfejlesztést elérni, hogy ahhoz felhasználja a ló, a lovaglás vagy a lóval való foglalkozás jótékony hatását. Három fő ága van attól függően, hogy milyen szakember milyen terápiás céllal dolgozik. A hipoterápia szó szerint lóterápiát jelent, melyet képzett hipoterapeuta végez. A ló mozgása megegyezik az emberi járásnak a mozgás mintájával, és egyszerűen csak feltesszük a ló hátára a beteget, gyereket, akár felnőttet is, és a ló mozgása egy olyan mozgást indukál, ami az emberi mozgatórendszeren keresztül egészen eljut az idegrendszerig, és így fejti ki a hatását. Tehát egy nagyon komplex, úgymond gyógytornakezelést tudunk adni a ló mozgásának a segítségével. A hipoterápia célja az abnormális mozgásminták javítása, a mozgáspályák bejáratása, ízületek mozgásba hozása, tónusszabályozás, a helyes mozgások begyakorlása. Használják idegrendszeri betegségek terápiájához, idegrendszeri eredetű mozgászavarok gyógyítására, például tartászavar, koordinációs problémák, egyensúlyzavar, térérzékelési zavar esetén, de lehet jótékony hatása beszédképességbeli zavarok esetén is. A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna olyan nevelő, fejlesztő célú egyéni vagy csoportos foglalkozás, melyet lovasterapeuta végzettségű gyógypedagógus vezet. A foglalkozásokat pedagógiai vagy orvosi javaslatra végzik. Céljuk az értelmileg akadályozott részképesség hiányos, autista, látás, hallás vagy mozgássérült, magatartászavaros, hiperaktív, valamint beszédproblémákkal küzdő gyermekek fejlesztése, a lovaglás a lovardai közeg segítségével. A terápiával sokszor több cél eléréséért dolgozik a lovasterapeuta. Lehet ez képességfejlesztés, a fogyatékosságokból eredő hátrányok csökkentése, a pszichés funkciók, a kommunikáció vagy a mozgás fejlesztése, pozitív hatások gyakorlása a viselkedésre, magatartásra, személyiségfejlődésre. Segítséget nyújthat a társadalomba való beilleszkedésben, a környezettel való kapcsolatteremtésben, és nagyon fontos, hogy sikerélmény és örömszerzés forrása lehet. Másfél-két évet jártam, lazább lett a lábam, az egyértelmű, meg az egyensúlyom javult, amit én így észrevettem. És ha jól tudom, akkor most már sportolsz, és erről mit kell tudnom? Hát ez tulajdonképpen sport, és ez már nem terápia, hanem ugyanúgy versenyző, mint egészséges, különböző szabályok szerint. Van egy ilyen besorolási vizsgálat, milyen kategóriában sorolják be az embert, ez nekem most ez folyik, ez egy hosszú folyamat, és ha minden igaz, akkor szeptemberben megrendezett ilyen versenyen rajthoz állok. A harmadik ág a lovas pszichoterápia, egyes pszichés kórképek kiegészítő kezelése. A pszichológus lovasterapeuta a kezelés során a lóval való foglalkozás jótékony hatásait használja terápiás céllal. A lovaglás, valamint a munka a lovak körül segít a felelősségérzet, az énkép és önismeret kialakításában és fejlesztésében, miközben fejlődik a személyiség. Köszönjük szépen! A lovat, mint kommunikációs partnert használja a terapeuta. Itt a cél a pszichés funkciók, a kommunikációs készség és a személyiség fejlesztése. Hogyan viszonyulnak a lóhoz? Még nem találkoztam olyan gyerekkel, aki félt volna a lótól. Sokkal több felnőttel inkább, akit nem tudtunk ez miatt lóra ültetni. Ez nem szokott akadály lenni, hogy a félelem miatt valakivel ne tudjunk terápiázni. Ami a legnagyobb problémát szokta okozni, az az, hogy ezek a lovasterápiás helyszínek messze a várostól vannak, és hogyha a szülők nem tudnak abba segíteni,
hogy a gyermeket kihozzák a lovardába, akkor nagyon-nagyon nehezen megoldható. Sajnos a hipoterápiára állami támogatás sincsen, ezért mindenképpen szükséges az, hogy a szülőnek legyen erre valamennyi kerete. Meg lehet élni ebből a szakmából? Hát én nem tudok belőle megélni, én mindig is ezt csak úgymond hobbiként csináltam. Mellette mindig több dologgal foglalkozom, igazából majdnem, hogy karitatív tevékenység. A lovas terapeuta szakmában elhelyezkedők a közalkalmazotti bértábla szerinti diplomásokat megillető fizetésre számíthatnak. A munkavégzés helyszíne a lovarda, vagy a terapeuta is házhoz mehet a lóval különböző oktatási intézményekbe. Munkája során kapcsolatban van a páciensekkel, szülőkkel, orvosokkal, pszichológusokkal, gyógypedagógusokkal. Isten, igazán a lovasterápia után kezdett elmászni. Úgy tudunk igazán pontos egyéni lovasterápiás kezelést adni, hogy ismerjük a beteget, ismerjük a szemét, ismerjük a betegségét, az előtörténetet és közben a fejlődést, és így tudsz igazából jó terápiát kialakítani. Akadály után bal kézre, át a kék-fehér rudakon, de ne álljon meg! Ha valaki lovasterapeuta szeretne lenni, jelentkezhet a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány lovasterapeuta tanfolyamára. A felvételi követelménye a gyógypedagógus vagy gyógytornász végzettség. Nagyon fontos ugye az előképzettség, a betegségeknek az ismerete, tehát magából a gyógytornából kell ismerni a betegségeket, kell ismerni a lovat, és a lovasterápiában szerzett tapasztalatok pedig az évek során jönnek meg. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy jó terapeutának egy nagyon sok éves munkája, hiszen mind a gyógytornában, mind a lovaglásban és később a lovasterápiában szerzett gyakorlatok összessége fogja azt megmondani, hogy most valaki jó lovasterapeuta vagy nem. Ezen felül alapszintű lovastudás is szükséges, a lovas tudjon a három alapjármódban biztonsággal lovagolni, ismerje a lovardai szabályokat, alakzatokat és rajtengedélyvizsgával vagy alapfokú lovastudást bizonyító vizsgával rendelkezzen. A képzés óraszáma szakáganként 180 óra, időtartama 2 év. A lovasterapeuta képzés célja, hogy a gyógypedagógus és gyógytornász szakemberek számára olyan speciális elméleti és gyakorlati ismeretekkel szolgáljon, melyekkel sérült emberek rehabilitációjához nyújthatnak segítséget. A lovasterapeuta munkája könnyű, alkalmanként közepesen nehéz fizikai munka. Rendszerint sokat gyalogol a ló mellett, épp végtagokra, jó látásra, hallásra, jó fizikumra, állóképességre, épp gerincoszlopra van szüksége a feladatai elvégzéséhez. Kinek ajánlja ezt a szakmát? Mindenképpen olyan embereknek, akik egyrészt szeretik az állatokat, vagy gyerekkorukban lovagoltak, és valami olyan munkával szeretnének foglalkozni, aminek köze van a lóhoz, és mellette pedig embereken segíteni. Tehát az ember érzi, hogy ő egy olyan típusú, aki másokon segíteni akar, szeret segíteni, és szeret emberekkel foglalkozni, velük beszélgetni, és ez mellett pedig nagyon-nagyon szereti a lovakat. Személyes tulajdonságai közül fontos a jó kapcsolatteremtőkészség és együttműködési képesség másokkal. Legyen segítőkész, felelősségteljes, megfontolt, jó megfigyelő, reagáljon gyorsan a páciens és a ló minden mozdulatára. Ami talán a legfontosabb, az a gyermekközpontúság. Forduljon hozzájuk nagy türelemmel és szeretettel. Akik ezt a hivatást választják, gyakran dolgoznak ingyen is szabadidejükben sérült gyermekekkel, egyéb állásuk mellett. Ennek az önfeláldozásnak az alapja a munkájuk és a lovak iránti hatalmas szeretet.